Hogy is volt? Jézus bevonulása Jeruzsálembe, jól emlékszem? Igen, de az, hogy pontosan mi, azt nem tudom. Hát valami tippet nincs erre, hogy mivel kapcsolatban szoktuk emlegetni? Hát nem tudom. Virágokkal, nem tudom. Mit tudom? Fidosságról? És meg... Virágvasárnap. Virágvarsanap. Nem tudom, mi az. Világ vagy virág? Virág. Ezt én szúrtam el, virágvasárnap. Igen. Hallotta. És mit tudsz róla mondani nekünk? Ugye ez egy katolikus ünnep, körmenet van, és rozsaszirmokat szórnak. Te nem magyar vagy, ugye? Vagy... Én? Felvidéki vagyok. Felvidéki? Igen. Értem. Tanulok magyarul. Sokat. Katolikus ünnep. Úgy tudom, hogy pálmaágakkal is ünneplik, és a húsvét előtt van. Igen, hallottam róla. És mit tudsz róla mondani nekünk? Hát nem annyit, mint szeretnék. Ez az, amikor Krisztus beérkezik Jeruzsálembe. Egy héttel húsvét előtt talán. Húsvét előtt egy héttel, ha emlékszem. Hát virágvasárnap ugye a húsvét vasárnapot megelőző vasárnap. Nagyböjtben van. Aha, értem. Húsvét előtti vasárnap. Igen, igen. Tudod, mi az? Bocsánat. Tudod? Igen. És mit tudsz róla? Semmit. Ez a Palm Sunday angolul, szerintem. Ah, tudod, mi az? Igen, a Palm Sunday, pontosan. És miért hívják Palm Sundaynek? Mert a... mi van? Pálmak, magyarul. Pálma. Pálma, a templomban vannak. Pálmak, igen. Ennek nem tudom sajnos az eredetét. Pálma? Levelek? Igen. Akkor azért megvan, előkaparom valahonnan. Így van. Hát hogyha ez vasárnap, akkor esetleg ez segít, hogy... Nyilván egy vasárnapi nap, de ezen kívül nem tudok mit mondani. Hát ugye akkor arról emlékezünk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe. Nálunk virágvasárnap, de egyébként meg pálmaágakat szoktak szentelni, például Rómába. De nálunk meg barka szentelés van, meg passió. Nagybőjt a virágvasárnappal zárul, és kezdődik a nagy hét. És Jézus életének minden fontos eseménye a megtestesülés kivéve nagy héten kerül megünneplésre. Tehát virágvasárnap Jézus bevonul Jeruzsálembe. Tartóztatni akarják az apostolok, olyan hírek jönnek, hogy elfognak téged, és Jézus megint megismétli, hogy hát voltak éppen ezért jöttem, hogy bemutassam az életáldozatot, és kiszabadítsak az ördög markából melteket, és megnyissa a mennyországot. Így még a gyerekeknek, de ez teljesen helytálló a felnőttek számára is. Ördög markából kiszabadítsa titeket, mennyországot megnyissa. Ezért hozom meg szeretetbe az életáldozatot. Nem elviselem, hanem ez az én döntésem, mondja Jézus. És virág vasárnap, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor egy nagy tömeg fogad, egy nagy ünneplő tömeg. Tehát az emberek Jézus elé jönnek, Hozsanna Dávid fiának kiáltják, tehát el tudnák képzelni, hogy a gyűlölt Heródes helyett ugye Jézus legyen az ő választott királyuk. És az Úr Jézus ezt nem fogadja el, nem tud ezzel mit kezdeni, hogy ezzel a kívánsággal mint egy három napra eltűnik. A nagy héten, hétfőn, kedden, szerdán voltak éppen nincsen esemény a Bibliában. És elég ez a három nap, hogy a tömeg hangulata átalakuljon, illetve, hogy Jézus ellen fordítsák a tömeget. Nem tette azt, amit kívántunk tőle. Mi így gondoljuk a megváltást, mi így gondoljuk a boldogítást, Jézus meg nem akarja ezt elfogadni. Egyébként úgy ünnepeljük a virágvasárnapot, hogy a templomainkban barka szenteléssel bevonunk ünnepélyes formában a templomba, és ahogy megérkeztünk a szentélybe, szinte azon a passió csendül föl.
ezt a drámát megjátsszuk, eljátsszuk. Tehát mi nem a jeruzsálemi tömeg várakozásával vagyunk a templomainkban, hanem mi megértjük, hogy Jézus miért vonult be Jeruzsálembe, hogy készül az életáldozatra, föláldozza az életét, értünk, aztán meg visszavegye természetesen az életét, és odaadja nekünk a feltámadásában a teljes életet, az örök életet.